A karcagi Nagykun református általános iskola végzősével, Sóti Gáborral beszélgettünk arról, hogyan képzeli el jövőjét 10 év múlva. Fél évkor 4 tárgyból volt csupán 4-ese, a többiből 5-ös kapott, így év végére a kitűnő a célja. A tananyag mellé sokszor hozzáolvas, mert fontos számára főleg a versenyek előtt a plusz információ. Fél évkor volt 4 darab 4-es sem, és a többi tantárgyból viszont 5-ös voltam. Mi volt ez a mumus, amiből nem sikerült az 5-ös? Matematika, földrajz, biológia. Mennyit tanulsz egyébként? Tehát mennyit olvasol hozzá, vagy mennyire fontos számodra, hogy plusz dolgokat is olvassál? Hát eléggé sokat tanulok pluszba, főleg én versenyezni szoktam irodalomból, informatikából, meg még amíg volt hon és népismeret, abból is. Informatikából most is zajlik egy verseny, abból egész sokat szoktam még mellé dolgozni, irodalomból is egész sokat olvasok, és hát hon és népismeret is érdekel. Mi a legnehezebb számodra most így 8-ban? Hát igazából nagyon sok tantárgy van, és mindegyik eléggé nehéz, és egy napra felkészülni. Ez mit jelent? Hazamész, jönnek a galambok, amiket azért meg kell nézni, el kell látni. Ez a kikapcsolódás, és utána ülsz le az asztalhoz. És utána leülök tanulni, és nagyjából, hát nem is tudom, eléggé sokat, úgy 6 óráig folyamatosan tanulok. De ebbe benne van a plusz is, amit mellé olvasok. És ez a neten való keresésben, vagy szakkönyvekben, tehát mit szeretsz, inkább kézbe fogni azt a könyvet, vagy inkább ráklikkálni, és megnyitni? Igazából az informatikából ott kipróbálni szeretem a dolgokat, viszont egy irodalmat ott például könyvben megfogni és elolvasni. Mit olvastál legutóbb? Legutóbb a himnuszt kellett elmondanom a Magyar Kultúra napján, és az volt a legutolsó ilyen olvasmányom. De most van egy könyv, az a Ellie Lawrence, azt hiszem, és neki volt a Óriások című könyve. Mennyire vagy földhöz ragadt ebből a szempontból? Tehát mennyire szereted az elvont irodalmat, vagy a krimit, vagy inkább a szép irodalmat? Hát igazából én mindent elolvasok, nem mindegyik tetszik, de elolvasom és levonok egy tanulságot belőle. Sóti Gábor sikeres galambász is, most azonban kicsit háttérbe szorulnak kedvencei, mert most a tanulás a legfontosabb. Most igazából egy picit háttérbe szorult, mert itt volt a fél év, meg most a kimeneti vizsgára is kell készülni, és az most egy picit háttérbe szorult, viszont foglalkozok velük. Most az online térbe kerültek át ezek a versenyek is, meg inkább el is maradtak itt Karcagon is, de milyen az állományod? Hát igazából egész jók, most volt fiatal is rendesen, és egész jó minőségűek. Hát akkor reméljük, hogy idén azért már lesznek versenyek. Mi várható a következő néhány hétben, hónapban az év végéig, hiszen itt említettél 4 darab 4-est, itt megígéred, vagy megpróbálod, hogy kijavítod? Inkább megpróbálom kijavítani. Megígérni nem merem, viszont megpróbálom kijavítani. De mit jelent számodra mondjuk a tanulás, amikor elérsz egy versenyeredményt, és dobogós helyezés vagy? Ez mit ad neked a következő versenyre, vagy mondjuk éppen csak a tanulásban? Hát ez igazából egy sikerélmény, tehát ez megmutatja igazából, hogy el tudtam érni, és még valószínűleg többre is képes vagyok. Tehát ez egy lendületet ad. És akkor ezzel mész tovább. Mi az a tárgy, ami a nagyon mumusod most? Hát a matematika. Igazából nem nehéz, csak nagyon sok mindenre kell odafigyelni egyszerre. Mi az, ami a természettudományok közül érdekel? Hát igazából a földrajz is, és a biológia is, mert a biológiáról például jó tudni az állatok, vagy éppen az embernek a testfelépítését földrajzból, meg azért hasznos, hogyha tudjuk, hol vannak Magyarországon belül és a világon is helyek. A gimnáziumba készül, ahol informatika szakra megy, mert ebben képzeli el a jövőjét is.